Nem a mának, hanem a jövőnek kezd építeni, amikor az ember imádkozik és az Istenbe helyezi az életét. István király bőven 1000 év után is azért maradandó, mert a jelenben a jövő nemzedékének akart építeni hazát és nemzetet. Szent misével kezdték, majd kenyérszenteléssel folytatták az augusztus 20-ai megemlékezést Bátaszéken. Augusztus 20-a, azt lehet mondani, hogy a Kárpátokon innen és a Kárpátokon túl a magyar nemzet egyik legnagyobb ünnepe, hiszen államalapításról szól. Az elmúlt 1000 esztendő egyik legnagyobb uralkodóját ünnepeljük, Szent Istvánt, és erőt próbálunk meríteni azokból a tettekből és azokból az intelmekből, melyet Szent István fogalmazott meg több mint 1000 esztendeje. Szent István munkássága az igazságosságra épült, az igazmondásra épült. Azokra a keresztény értékekre, amelyek nagyon fontosak, azt gondolom, így 1000 esztendő távlatából is minden ember életében. Augusztus 20-án, bár nem csak augusztus 20-án, hanem talán az év minden napján, ezeket az intelmeket folyamatosan kéne morfondírozzuk és mondjuk magunkba. Hiszen azt gondolom, hogy az ő munkássága példaértékű, így 1000 év távlatában is minden állami vezető és minden megválasztott országvezető, és elsősorban a magyarok előtt. Szent István munkássága és intelmei a mai napig hatással vannak Magyarországra. Nagyon fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy a jövőre mutatóan mindenképpen meg kell fogalmazni, hogy azok, akik a magyar emberek jóvoltából vezethetik ezt az országot, azoknak folyamatosan az asztalán kellene lenne Szent István intelmének. Azt a felhatalmazást, amit tőlünk kapnak, azt a mi érdekünkben kellene, hogy végezzék a munkájukat. Igazán, hogy azok az értékek, amelyek Szent István munkásságában megjelentek, azok még a következő esztendő, 1000 esztendőben is megjelenhessenek a magyar történelemben. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezen kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hagyomány, hogy augusztus 20-án az államalapítás és Szent István ünnepe mellett az új kenyér ünnepe is van, hiszen ez összefonódott a történelmünk során, ez a kettős ünnep. A kenyér nagyon fontos a mindennapi ember életében, hiszen ha a családfő az asztalra tudja tenni a kenyeret, akkor van megélhetés, akkor van egyfajta létbiztonság. És a keresztény világban is nagyon fontos kovásztalan kenyér, hiszen az ostya az a Krisztus testét jelképezi. A hit világában ez mindenképpen a hit egyik legfontosabb megtestesítője, míg a világi életben a kenyér ugye az a boldogulást és a megélhetést jelenti. Augusztus 20-án az a kettő összefonódik, és azt gondolom, hogy ha van hit és van munka, akkor ez egyenlő az élettel. Fontos az 1000 éves hagyományok és szokások továbbadása az utókor számára, hiszen mindenkinek tisztában kell lenni az államalapítás körülményeivel. Még mindig keverednek elsősorban a fiatalok fejébe a különböző augusztus 20-ai ünnepségek. De történelmünk során, illetve hát még azt gondolom, hogy a 21. századi ember életében mi többfajta Szent István képet kaptunk, vagy próbáltak ránk erőltetni. Kezdetben első István, majd Szent István, különböző módon próbálták előttünk ábrázolni, és ez a fiatalok számára is egy kicsit olyan kevert állapotot hoz. Nehéz a fiatalokat augusztus 20-ával kapcsolatban megszólítani, holott azt gondolom, hogy az egyik legszebb és legnagyobb ünnepe a magyar nemzetnek. Igyekezni kell, hogy azokat az intelmekben megfogalmazott értékeket próbáljuk eljutatni számukra, és ha ez sikerül megértetni velük, hogy érték nélkül világban nem lehet élni, akkor valószínűleg az elkövetkező időszakban sajátjuknak tudják érezni ezt az ünnepet, és együtt tudunk velük is majd ünnepelni. A felszentelt kenyérből minden jelenlévő kapott, ezzel is hangsúlyozva az államalapítás ünnepének fontosságát.